Kemény mínuszokban, fedél nélkül, Szolnokon minden hajléktalan bement valamelyik intézménybe. Közösségépítés a közösségi oldalon, ki mit tud nagykörűben, nagy sikerrel. Bálint napi ajándék madarainknak, odú kihelyezés a milléren. Jó estét kívánok! Önök az aktuális látják. Február 15-én hétfőn 19 órakor következnek a nap legfrissebb helyi hírei. Vörös kód a hajléktalan ellátásban. Szolnokon a gondoskodás jól működik, így a napokban megérkezett mínuszok nem adtak különösebb plusz feladatot a hajléktalan segítő szolgálatnak. Szolnokon mindenkit el tudnak látni. Az intézmények ugyan telt házzal működnek, de senkit nem kell elküldeni, aki igénybe szeretné venni a szolgáltatásokat. A járványhelyzet miatt 2020-ban valamivel többen kerültek be az ellátórendszerbe, mint ahányan kikerültek belőle. Jég, hó és akár mínusz 10 Celsius fok hideg. Szolnokon senkinek nem kell utcán töltenie sem a nappalait, sem az éjszakáit. A hajléktalan ellátórendszer jól működik, mondják a szakemberek. Múlt héten a nagy hideg miatt országosan vörös kódot rendeltek el. Mindez azt jelenti, hogy azokon a településeken, ahol nem működnek hajléktalan ellátó rendszerek, ott a bentlakásos intézményeknek kell befogadniuk a rászorulókat. Szolnokon erre nincs szükség. Péntek óta minden ellátásunkban egyre többen jelennek meg. Az éjjeli menedékhelyünk, illetve az időszakos férőhelyeink 100%-kal üzemelnek, illetve január hónaptól a nappali melegedőnk, ami alapvetően 40 férőhelyes, átlagosan 45-48 főt fogadott, most februárban ez 49-50 fő is. Országosan 79%-os a fenntartott helyek kihasználtsága. A szolnoki teltház is azt mutatja, hogy a rendszer jól működik, hiszen nem csak sikerül megtalálni az utcán élőket, hanem őket be is tudják vonni az ellátásba. A nappali melegedőből nagyon sokan kerülnek az éjjeli melegedőbe. A kialakított intézményünk a nappali melegedő alkalmas 50 ember ellátására, illetve akár még így is, hogy a járványveszély miatt meg kell tartani a távolságot a bent lévőek között, és az 50 ember is el tud így férni. A szakemberek Szolnokon még a tél beállta előtt felkeresik az ügyfeleket, felmérik az igényeket. Akik albérletet találtak, azoknak ha kell segítenek tüzelővel, pokrócokkal. Az ajtók pedig mindenki előtt nyitva állnak. Én tavaly május óta veszem igénybe, de inkább téli időszakban. Ilyenkor télen nagyon jó, hogy ide be lehet jönni, főleg hát úgy, hogy napközben. Itt lehet melegedni, ételt kapunk, le lehet fürödni. Én például sokat olvasok, tisztálkodni lehet, mondom, ételt kapunk, lehet tévézni. Tehát sok minden, tehát nem kell az utcán megfagyni. Szolnokon az elmúlt években folyamatosan csökkent a regisztrált hajléktalanok száma. Ez alól a 2020-as esztendő a kivétel, hiszen valamivel többen kerültek be új ügyfélként a rendszerbe, mint amennyien kikerültek belőle. Tavaly 290 regisztrált hajléktalan élt a megyeszékhelyen. Ez emelkedő számot mutat egy évben a hajléktalan szám, viszont még mindig azt mondjuk, hogy nincsen tömeges hajléktalanság Szolnokon, illetve nagyon sokan ki is kerülnek a rendszerből. A néhány fős létszám növekedés a vírusnak is köszönhető, mondják a szakemberek, hiszen ha a munkahelyek megszűntek, illetve ha nem indultak alkalmi munkák, akkor kerülhettek utcára ügyfelek. Márciustól ingyenes védettségi igazolványt küld a kormányhivatal azoknak, akik az egészségügyi rendszer adatai szerint átestek a koronavíruson, vagy beoltatták magukat. A dokumentum gyógyulástól 6 hónapig oltás esetén határidő nélkül lesz érvényes. Akiről nincs ilyen adat, de teszttel igazolják, hogy szervezetükben a koronavírussal szembeni ellenanyag van, költségtérítéssel 4 hónapra érvényes igazolást igényelhetnek. Megjelent a magyar közlönyben, és szombaton hatályba is lépett az a kormányrendelet, amelynek értelmében a koronavírus elleni védettség igazolása a COVID-19 betegségből meghatározott időn belül történő felgyógyulás, vagy az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal történt védőoltás igazolásával történik. A már átesettek és oltottak március 15-éig, mások a védettség elnyerését vagy bizonyítását
gyógyulását követő 8 napon belül kaphatják meg a védettségi igazolványt. Gyógyulás esetén a kártya érvényessége 6 hónap. Oltottság esetére nem határoztak meg érvényességi időt. Ha az érintetről nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorstesztet vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, akkor igazolnia kell, hogy a szervezetében az ellenanyag jelen van. Ebben az esetben 4 hónapra kaphatja meg a védettségi igazolványt. Ez a dokumentum elektronikus űrlapon vagy bármely kormányablakban személyesen igényelhető, és a kormányhivatalok állítják ki. Lesz okostelefonra letölthető applikáció is, mely ugyanúgy igazolja az oltottságot. Az alkalmazás az érintett nevét, a tajszámát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg. Egyelőre nem döntött a kormány arról, milyen többletjogokkal jár majd a plastikkártya, illetve a hozzá kapcsolódó applikáció használata. Nem csak az idősek, hanem a hozzátartozók is rosszul viselik a járvány miatti korlátozásokat. Igaz ez a konditermekből kiszorult sportolni vágyókra is. A megoldás az idősek és a sportolók esetében is a mozgás, a természet. Súlyosabb esetben pedig érdemes orvoshoz fordulni az állandósult pszichés tünetekkel. Elcsinkésztem édesanyámnak majd, és akkor benne van egy levél, de szoktak segíteni, hogy felolvassák neki, úgyhogy így is, hogy neki egy szép levele. Csomagot adnak be a Vízpart körúti szociális otthonba. Az idősekhez ugyanis hónapok óta csak így juttathatnak el bármit is a hozzátartozók. Édesanyámat nyár végén ősszel láttuk utoljára. Elég széles a család, heten vagyunk testvérek, és mindannyiunkat úgymond megvisel ez a helyzet. Hát édesanyámról nem is beszélve, hozzá volt szokva azért, hogy heti rendszerességgel majdnem naponta látogattuk felváltva a testvéreimmel, és ez mindannyiunknak nagyon rossz ez a helyzet. Az idősek a külvilágtól elzárva élik napjaikat. Aki teheti, a zord hideg ellenére is lesétál az udvarra. A kerítésen kívüli világ ugyanis, még a lassú hétvégéken is érdekes. Olyan, mint mikor a kismadarat elfogják, azt egy kalitkába becsukják. A lelkileg igen megterhelő időszak testi tünetekkel is járhat. Kutatások és felmérések zajlanak napjainkban ezekről, és a lehetséges hatékony megoldásokról is. Nagyon megnőtt a szorongásos zavarra küzdőknek a száma. Ugye a tél az egyébként is a szezonja a depressziónak, a sötétség, a bezártság, a bioritmusunk megváltozása az mind hajlamosít rá. Ehhez most hozzájöttek ugye azok az életesemények, amik megint csak rátesznek erre. A hozzátartozók megbetegedése, esetleg halála, a munkahely elvesztése és az egyéb egzisztenciális problémák mind olyanok, amik hajlamosítanak ezekre a betegségekre. Legjobb megelőzni a tüneteket, ami egyszerű és kéznél van, a séta és a szabadban végzett sport. Amint lehet, ki kell menni a szabadba, napfényben, naponta egy fél óra séta az teljesen jó. A fényterápia a depresszió ellen is véd, és hát ugye a D-vitaminra is szükségünk van. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hosszabb ideje fennálló pszichés tünetekkel minél hamarabb érdemes szakemberhez fordulni. A nagykörűiek számára nem létezik lehetetlen. Ha a járványügyi szabályok miatt a helyi művelődési ház zárva van, úgy hagyományos kimit tudjukat az interneten rendezik meg. A Facebookos kihívás egy hónapig tartott, de ez az idő sem volt elég ahhoz, hogy mindenki megmutathassa, hogy mit is tud. Így a szervezők ráadás műsorszámok közzétételére kényszerülnek. Vándorszínész korában megyeri, van, aki a nevet nem ismeri. A Tintás üveg című Petőfi verssel startolta a nagykörűi ki mit tud. A művelődési ház kihívása január 14-én kezdődött, és tényleg mindenki azt tette bele a közösbe, amit a leginkább tud. Surányi István tanár úr például ezt. Volt, aki saját versét adta elő, de a helyi általános iskola harmadikos, negyedikes napközisei például báb előadással készültek. A verseny, ha egyáltalán versenynek nevezhető egy ilyen rendkívül szimpatikus kezdeményezés, legidősebb résztvevője a 91 éves Szabó János, betlehemes rigmusokkal szórakoztatta falubelieit. Most jöttem a születvásár elején, Lengavilág kiskalapon tetején.
Kovács Titi Károly és felesége a néptánc kategóriában indult. Balogh Péter a lányával ropta az erdélyi Magyar Palatkai banda zenéjére. Amikor jött ez az ötlet, így egyik napról a másikra, akkor persze az is megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne az, ami a közösséget tovább építi. El vagyunk zárva egymástól, nem érintkezünk. Akkor hogyan tudnánk őket egy kicsit összehozni? Nem szűnjön meg a személyes kapcsolat nekem, mint intézményvezetőnek sem, a falu lakosaival. És fantasztikus dolog volt látni azt, hogy milyen aktivitást váltott ki. Erre igazából nem számítottam, hogy ilyen sokan fogják nyomon követni, és úton útfélen azt hallom, hogy várjuk az estét, hogy ki fog következni, hiszen ezt soha nem tudták előre a lakosok. Az egy hónapos kihívást a falu szülötte barát Attila zárta, igaz, ő a profi kategóriában indult, lévén a Madács Színház művésze. Robert Burns Falusi Randevú című versét adta elő. Ha most... Ki nyílna ez a zár? Csak nyílna, mondta Findli. Nem alhatnék el újra már. Nem bizony, mondta Findli. Olyannyira sikeres volt a felhívás, hogy sokan nem is fértek bele az egy hónapos keretbe. Ezért is várható a következő napokban Ki mit tud ráadás a Művelődési Ház Facebook oldalán. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió hírműsorát, az Aktuális látják február 15-én hétfőn. Nézzük meg együtt a további kiemelt híreket röviden. Készültségben enyhe áradás a Közép-Tiszán, belvízvédelmi készültség a teljes területen. Bálint napi ajándék madarainknak, odú kihelyezés a milléren. Ma reggeltől első fokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Tisza középső szakaszán. A Tiszafüred és Csongrád közötti 504 töltéskilométer mentén egyelőre csak figyelőszolgálatot tart a kötivízig. Az árhullám várhatóan egy hét múlva tetőzik Szolnoknál. A bőséges csapadék meghozta a belvizet is, az igazgatóság teljes területén készültség van. 657 cm, ennyit mutatott Szolnoknál reggel 7 órakor a Tisza vízmércéje. A folyó már napok óta árad. Tiszafüred és Csongrád között elsőfokú készültségben van a Tisza. A Zagyva a szintén elsőfokú készültségben van, az pedig Jászberény és Szolnok között. A Tisza felső szakaszain már levonulóban van az árhullám, ez érkezik majd hozzánk is. A folyó szolnoki tetőzését február 22-e körül várják 765 cm-rel, ami másodfokú készültséget jelent. A megyeszékhely mentetlen területein már most megjelentek az átfolyások, a jövő hétre még nagyobb területeket borít majd el az áradás. A Szőke folyón ennél magasabb vizeket is láttunk már, most szerencsére harmadfok nem várható. A következő hat napra nem mondanak nagyobb csapadékot, ebből következik, hogy nagy valószínűséggel újabb árhullám nem fog elindulni. Tehát az apadásra a tetőzés után nyugton számíthatunk, reméljük, hogy ez így is lesz. Az előző hetek, hónapok sok esőt, havat hoztak. A csapadék nagy részét az alföldi részeken felvette a csaknem két éves aszály után kiszáradt talaj. A februári átlagot már február 10-ére elértük, tehát ez a mennyiség jelentős mennyiségnek nevezhető, és a lefolyás is nagy volt, mert már átitatott volt a talaj, ezért alakultak ki az árhullámok. Ebből következik, hogy belvízvédelmi készültséget is kellett elrendelnünk, tehát mind a 10 belvízvédelmi szakaszunkon készültségbe vagyunk. Jelenleg a belvízzel borított területek nagysága nem növekszik, elsősorban azért, mert fagyott a talaj. A kötivízik területén 42 szivattyú telep folyamatosan dolgozik, naponta csak nem 2 millió köbméter belvizet emelnek át az elvezető csatornákba. Rendkívül veszélyes a Holt Tisza jegen. A víz felületét összefüggő jégréteg fedi ugyan, de az nagyon vékony. Vasárnap egy kutya szakadt be a vízbe, érte a tűzoltók mentek be csónakkal. Centiméterenként haladnak csak a tűzoltók az Alcsi Holt Tisza jegén. A 2 centi vastag páncélra ugyanis még nem mehettek rá. Csónakkal azonban csak úgy tudtak haladni, ha lapátokkal, csákányokkal utat törtek maguknak.
Óriási küzdelem árán sikerült csak elérniük a víztoronynál, a szakasz közepén beszakadt kutyát. Ekkorra azonban a kutya már feladta a küzdelmet. A kiemelés után azonnal megkezdték az újraélesztést, sőt, még a parton is emberfeletti küzdelmet vívtak életéért. A helyszínre érkező állatvédő szervezet ügyeletese leolvasta a csippet, így értesíteni tudták a szerencsétlenül járt kutya gazdáját. Ajándékozz Valentin napra odút. A természetvédők ötletes kezdeményezésére számos család vásárolt és helyezett ki odút a milléren. Ezzel nem csak a család alapításra, fészekrakásra hívták fel a figyelmet, hanem a szúnyog gyérítésért is sokat tettek. Madár odúval érkeztek a családok a millérre vasárnap. A különleges Valentin napi programban résztvevők számára ugyanis fontos a természetvédelem. No meg a Bálint nap. Várunk madarászkodni nagyjából a nagyobbik fiam egy éves kora óta, úgyhogy így, amik így vannak rendezvények, azokon így meg szoktunk fordulni. Illetve most konkrétan az odú kihelyezésre azért jöttünk ki, mert itt a hátamon a kisfiam, neki Bálint a neve, és hogy így ő, neki ez a névnapi ajándéka most, hogy kap egy odút az erdőben, és akkor így meg tudjuk nézni majd később, hogy milyen madárka költözött bele. A gyerekek így láthatják a millér környékén élő madarakat, figyelemmel kísérhetik költésüket, életüket. Akadtak, akik a család nevét is ráírták az odura, amit gondosan az északi széltől védve helyeztek ki a fára. Már önmagában ez is nagy élmény volt a gyerekeknek. Szerintem fontos, hogy ők is megismerjék ezt a ez igazából ez egy alap, ez egy nagyon fontos momentum az életben, mert hogyha nincsenek madaraink, nincsen körülöttünk élő világ, akkor nem túl izgalmas és nem túl változatos az életünk. A szervezők célja azonban túlmutat a közös élményen. Megpróbáljuk gyéríteni a szúnyogállományt Szolnok térségében, madárudók kihelyezésével próbáljuk a énekes madarakat költésre bírni, és ezáltal a rovarállományt visszaszorítani. A cinegefajok, csúszkák, nyaktekercsek nagy része már tavasszal elfoglalja majd a fészkeket. Az odú kihelyezés mellett madárgyűrűzés is zajlott. Egyrészt egy tudományos célja van ennek, mert ugye, hogy ezzel a gyűrűvel kapnak úgymond egy személyi igazolványt, és akkor, hogyha máshol visszafogják őket, akkor ugye nagyon jó adatokat kaphatunk ebből, ugye egyrészt kondíciójából, életkoráról, minden egyébről adhat információt. Másrészt van ennek egy nagyon jó szemléletformáló ereje, mert hogy a gyerekek, a szülők, tehát az emberek, mindenki testközelből láthatja ezeket a kis madarakat, és akkor ez talán egy kicsit jobban rávilágít, hogy szeressük a természetet, szeressük a madarakat. A hideggel dacoló családokat ragadozó madár bemutató is várta a vasárnapi verőfényes napsütésben a milléren. A nitrogén vegyületek koncentrációja miatt kedvezőtlen a levegő minősége Szolnokon. A ma reggeli előrejelzés szerint csütörtökig nem is várható javulás ebben a tekintetben a megyeszékhelyen. A szállópor mennyisége ma reggel 29 mikrogram volt köbméterenként, ami a besorolás szerint tűrhetőnek számít és messze alul marad a Putnokon és Sajó-Szentpéteren mért 100, illetve 101 mikrogramnál. A mérések szerint a szolnoki levegőben mért nitrogéndioxid és a nitrogénoxidok mennyisége a kedvezőtlen kategóriába tartozik. A szállópor mennyisége is viszonylag magas, de a még tűrhető kategóriában van. Az egészségügyi értékelés szerint, ha a levegő minősége hosszú távon ilyen marad, akkor az bizonyítottan káros egészségügyi hatásokkal jár. A légzőszervi betegségek közül a hörkurut és az asztma tünete is súlyosbodhatnak. Akik ezekben vagy más légzőszervi betegségben szenvednek, a napokban lehetőleg hagyják másra a tűzifa hasogatást, ne végezzenek a szabadban nehéz fizikai munkát. A napos idő sokakat csábít hosszabb, rövidebb sétára, tegyék azt a város kevésbé forgalmas területein. Bár a vezetőedző Csábi József eltiltását töltötte, Novák Csanád visszatérhetett a szolnoki MÁV FC csapatába, és bár minden tiszteletünk a Siófok elleni mérkőzés napján 54. születésnapját ünneplő vezetőedzői, mégis a Hóri Horgas támadó visszatérése volt a döntő faktor, ugyanis éppen Novák góljával szerezte meg első idegenbeli győzelmét a bajnokságban a MÁV.
Február közepén még nem hömpölyögnek a turisták a Balaton fővárosában, de nem csak emiatt ásítottak üresen a siófoki lelátók. A járványveszély miatt továbbra is zárt kapuk mögött rendezik a sporteseményeket. Az első félidő nem is hozott közönség szórakoztató játékot az egyébként a havazáshoz, fagyáshoz képest kimondottan jó minőségű pályán. A második félidőt tagadhatatlanul a Szolnok kezdte jobban, ám a Siófok is elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a MÁV megszerezte a vezetést. Tisza Kálmán játszotta meg Kotula Mátét az 53. percben, aki a bal oldalról beadott. Horváth Milán, munkakörét tekintve siófoki védőjátékos, elég ügyetlen mozdulattal elvétette a labdát, így Novák Csanádnak már nem volt igazán nehéz dolga, 13 méterről félmagasan a kapu jobb oldalába lőtt. 0-1 után lett volna lehetősége a MÁV-nak lezárni a meccset, de ez nem sikerült, a hazaiak pedig idővel magukhoz tértek és egyre inkább uralták a pályát. De ahogy ebben a bajnokságban már oly sokszor, a szolnoki védelem ezúttal is biztosan állt a lábán. Így hiába volt kifejezetten rázós az utolsó 20 perc, a hazaiak nem tudtak egyenlíteni. A 24. fordulóban első idegenbeli sikerét érte el a szolnoki csapat, amely 11 mérkőzés óta veretlen a másodosztályban. Legutóbb október 25-én Soroksáron szenvedett vereséget, 39 pontjával pedig feljött a 6. helyre. A szolnoki MÁV FC kispadja előtt ezúttal Romanek János teljesített szolgálatot. A meccs napján 54. születésnapját ünneplő Csábi József ugyanis a Debrecen elleni meccsen kapott piros lapja miatti eltiltását töltötte. Kedves nézőim, most pedig olvasnivalót ajánlok a keddi Új Néplapból. A koronavírus járvány megjelenése óta egyre kevesebben utaznak busszal a megyében is. Tavaly tavasszal a jegy és bérlet ellenőrök elsődleges feladata a közösségi közlekedés biztonságosabbá tétele volt, és akkor a korlátozások feloldásáig nem történt pótdíjazás. Azóta a társaság visszatért az érvényes jegyek és bérletek ellenőrzéséhez a blitzelések elkerülése érdekében. A keddi Új Néplap helyzetképet közöl a megye tömegközlekedésében tapasztalható tendenciákról. A holnapi újság olvasói egy rendkívüli fiatalemberrel készült interjút is olvashatnak. Túróci Bertalan gyermekkorában játék közben sokszor Tarzannak képzelte magát. Szülő falujában Rákóczi falván otthonuk kertjében fára mászott, sárban dagonyázott, az említett filmbéli hőshöz hasonló különleges kalandokat élt át. Akkor még nem sejtette, hogy néhány éven belül szinte még gyermekként ezeknél sokkal komolyabb embert próbáló kalandokkal kell szembenézni, amelyek, ha nem is filmbe, de mindenképpen könyvbe illők. Berci 26 esztendős, s éppen a napokban telt el az a bizonyos 5 esztendő, ami után elmondhatja, meggyógyult egy daganatos betegségből. A keddi megyei újságban olvashatnak interjút Túróczi Bertalannal, de jászsági híreket és fogyasztóvédelmi tudnivalókat is találnak, és megjelenik a Babaszoba című rovat is. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Senki sem éjszakázik az utcán a kemény fagyokban, Szolnokon zavartalan a hajléktalan ellátás. A közösségi platformra költöztették a falusi Ki mit tud vetélkedőt Nagykörűben. Örökbe fogadták, majd kihelyezték a madárudókat a Milléren a madarak és a természet védelmére. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió hétfői hírműsorát látták, beszámolóinkat visszanézhetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel hírek plusz, majd 19 órától ismét aktuális számítunk figyelmükre. Viszontlátásra!